Ó, drága Jézus, köszönjük neked, Uram, hogy te több mint 2000 évvel ezelőtt eljöttél erre a földre, és meghaltál a kereszten, és feltámadtál azért, hogy mi itt lehessünk, hogy téged kereshessünk, hogy téged dicsőíthessünk, hogy téged imádhassunk, és hogy ne legyen az életünk egy bolyongás a semmibe, a teljes hiába valóságba. Köszönjük, hogy adtál értelmet az életünknek, és ez te vagy egyedül, Jézus. Mert ha te meg vagy nekünk, abszolút mindenünk megvan. Halleluja. És csak imádni akarunk téged szívünkből. Vezess minket, Szent Szellem, ebbe az imádodba, Uram. Vezess be bennünket az Atya trónja elé. Vezess minket, Szent Szellem, hogy ott lehessünk, és imádhassuk az Atya trónja előtt. A királyok királyát, hogy feltekintsünk rá, és azt mondjuk, Jézus, nem volt véletlen, nem volt hiába való a sok szenvedésed. Tegyünk egyedül, semmi másért, és senki másért, csak érted, csak érted, csak érted. Halleluja. Érzitek őt, érzitek az Úr jelenlétét. Ó, ő itt van, ő itt van. Yeah.
következő dalban nem biztos, hogy ismeritek, de nagyon csőbevászó, könnyen megtanulható, ki fogjuk nevetni a mi ellenségünket, a sárkányt, aki egy legyőzött ellenség, egy fogadlan oroszlán, aki mind ordító oroszlán, szerfejjel keresőnek, kik helyen áll. De mi ellen állunk neki, nem veszi komolyan, csak annyira, hogy a lábunk alatt tartjuk, és így nevetjük őt. Neves ki a sátán, megfut előre, neves ki az ördögöt. Neves ki a sátán, megfut előre, neves ki az ördögöt. Teljes örömben zeng a ha-ha-ha, belsőmben zeng a ha-ha-ha. Oh,
Ezeket az összejöveteleket, akik még újak, az a kedvéért szeretném elmondani, hogy szeretnénk az, hogy teljesen szabadok legyetek. Mert ahol Isten szelleme van, ott van a szabadság. Amen? Mit jelent ez, vagy mit is akarok ezzel mondani? Teljesen mindegy, hogy ülsz, vagy állsz, vagy akár lefekszel, az Úr jelenlétében még arra is legyél szabad, oké? Okay? A lényeg az, hogy ne másra figyelj, ne a másik emberre, ne az, hogy ki mit csinál, és ki mit hogy csinál, hanem most csak te vagy és Jézus. Amen? Most itt nem számít senki más. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak a Bábosik Eszterért. Köszönjük meg is, az, hogy ő egy egyedi módon dicsőít, és hogy ő imádja az Urat, ő Istenre figyel, és veszi el onnan fentről azt, hogy mit és hogyan csináljon, és te pedig ne azt várd, hogy majd ő bevezessen téged valahová, hanem azt várd, hogy a Szent Szellem egyszerűen csak megragadjon, megszűnjön a külvilág a számodra, és csak hadd vigyen, és vigyen, és vigyen a Szent Szellem téged, mert az, hogy mi zajlik itt, ez annyira mellékes, tudod, mi számít? Te is Jézus. Ami itt belül zajlik, a te bensőben, ő közte is te közted. Amen? És tudod, hogy akkor bármilyen helyen lehetsz, érzed Isten jelenlétét, mert nem egy külső forrásból kapjuk, hanem ez belülről jön. A forrás benned van, testvérem. Élő víznek folyamai ömlenek a te bensődből, és tudod, kicsoda ez? A Szent Szellem.
ez a folyó, a Szent Szellem folyama, a Szent Szellem folyama, hadd folyjon, hadd folyjon, hadd folyjon, engedd meg, hadd folyjon ki belőled, hadd áradjon, drága Szent Szellem. Köszönöm, hogy a szemét van.
Az Úr viszi, a világos,
csak tét, mint a dicsőség. Tét az áldás, tét a meghajlás. Yeah.
Oh,
Yeah.
Imádom téged, Jézus.